Bokáig érő sáros víz és hatalmas tócsák várják azokat, akik Pécs egyik legnagyobb és legdrágább belvárosi parkolójában hagyják az autójukat. A városvezetés azt ígéri, az idén megkezdődik a terület rendezése. Nem tudom, mit szóljak ehhez ön szerint, ez mit lehet? Nehezen találnak szavakat azok az autósok, akik ebben a pécsi parkolóban próbálják az autójukat leállítani. A terület egy része akár harckocsi gyakorlatozó terület is lehetne, akkora gödrök égtelenkednek rajta, amelyek csapadékos időben sáros vízzel telnek meg. Értelmes. Most parkoltunk a másik parkolónál, itt a Centrum parkolóban, 700 forint egy óra, és itt a parkolási igazolás, és szerintem kaotikus az állapot. Ennyiért? Igen, ez szégyen egyébként, mert meg lehetne ebbe a pénzt már nyugodtan csinálni, amennyit már beszedtek, úgyhogy jobb lenne, ha avval törődnének, de hát most választások lesznek, itt már nem fognak csinálni előre semmit. Ez a terület évtizedek óta ugyanolyan, mint most. Túl sok pénzt nem költöttek el a burkolat javítására. Mindez Pécs történelmi belvárosától alig 2 percnyi sétára. Ez a terület évtizedek óta így néz ki, tulajdonképpen alkalmatlan parkolásra, különösen így télvíz idején. Ha már ennyi pénzt összeszednek, akkor illene kialakítani valamilyen emberhez méltó körülményt. Kerestük a város vezetését is, hogy megtudjuk ezen a területen miért szednek be óránként 400 forintot az autósoktól. Írásban azt a választ kaptuk, hogy a közeljövőben teljes felújításon esik át, azaz új burkolatot is kap a parkoló, és a szomszédos volt ifjúsági ház épülete is megújul közel 1,5 milliárd forint értékben. Az idén megkezdődő beruházás befejezéséig a balesetveszélyes hibákat folyamatosan elhárítja a Városüzemeltetési Társaság.